az emberi erőforrások miniszterének Mi folyik itt címmel. Szabó Tíme, a képviselőasszony, frakcióvezető asszony, illeti a szó, parancsoljon. Köszönöm a szót, miniszter úr, először is szégyelje magát. Ne haragudjon, mi itt családi tragédiákról, halálesetekről, örökre megnyomorított életekről beszélünk, ön pedig a születésnapjával, pedig a névnapjával viccel. Ön szerint ezt azok is viccesnek fogják tartani, akiknek a hozzátartozói meghaltak most, vagy a elégtelen járványkezelés miatt, vagy pont azért, mert az ön egyedüli utasítására hazaküldték őket? Viccesnek fogják tartani az ön névnapi humorizálását azok, akiket mondjuk az Oriból stroke után hazaküldtek, és az ellátatlanságuk miatt nem fognak utána tudni se járni, se beszélni? Ön szerint ez olyan humoros ez az egész dolog? És ön ezek után semmiért nem vállalja a felelősséget, hanem rátereli az orvosokra a döntést? Tényleg? Akkor a belső vizsgálat miért mutatta ki azt, hogy sem Cserháti Péter, sem Csernavölgyi István nem hibázott a belső vizsgálat értelmében, amikor ellenálltak az ön SMN döntésének? Ezek után visszahelyezi őket a pozíciójukba? Miniszter úr, szakmai kérdést én nem is teszek föl, mert úgysem fogunk válaszolni rá, vagy választ kapni rá, de az a tökhendiség, ahogy ön az összes ellenzéki kérdést kezeli, az a pimasság ne továbbja. Ne haragudjon, csak azt tehet föl önnek kérdést, akinek van 5 éves orvosi végzettsége. Minket nem azért küldtek ide, hanem mi százezreket és milliókat képviselünk, azok, akik nem kapnak egészségügyi ellátást ön miatt. Mert ön még rendeletben sem képes kormányozni, hiába van rendeleti kormányzás. Ön egészen példátlan módon levélben utasítja a szakmát. Erre, ha bármelyik orvos megkérdezi, még nem volt példa az elmúlt 30 évben. Miniszter úr, mikor vállalja a felelősséget több száz ember haláláért a járványban, és azoknak a megnyomorított családoknak a boldogtalanságáért, a tragédiáért, akik az ön döntése miatt szenvednek most. Válaszoljon egyértelműen, és ne humorizáljon, legyen szíves. Köszönöm. Tisztelt képviselő asszony, egy indulatos és sértő kérdésfeltevés sohasem az erőjele. Úgyhogy ezen előszóval adom meg. Most már önnek letelt a kérdésfeltevési 2 perce. Most miniszter úrnak adok szót a válaszra. Parancsoljon, miniszter úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház. Valóban rendkívüli fegyelemmel hallgatom képviselő asszony mondatait, amit nagyon rövidre lehetne zárni, szinte egyetlen egy megjegyzése sem igaz. Belső vizsgálat egyik kórházban se volt. A leveleimet meghamisítják, úgy közlik a sajtóba, és tudnám folytatni a sort. Egy dolgot viszont szíves figyelmébe ajánlok, nem tetszik tudni olyan felhevülten, olyan mondatokat a fejemhöz vágni, hogy hagynám magam provokálni. Köszönöm szépen. Szépen, miniszter úr. 1 perces viszontválaszra frakcióvezető asszonyi a szó, parancsoljon. Ne ragoljon, miniszter úr, ez lassan egy napecsóhoz hasonlít, amit ön itt művel. Mi kérdezünk valamit, ő meg azt mondja, hogy mi nem tudjuk ön provokálni. Nem provokáljuk, kérdéseket teszünk fel, amire semmilyen választ nem kapunk. Illetve most azért egy érdekes választ kaptunk a kórházigazgatók és az orvosok után, most a sajtó a hibás, úgy tűnik. Mutasson már nekem, miniszter úr, egyetlen olyan levelet, amit a sajtó meghamisított, jó? Mert az azért ez egy elég súlyos állítás, hogy ezek szerint valaki átírta az ön által küldött leveleket a sajtóból, és azt tette közé. Nem. Ezeket a döntéseket ön hozta, önnek kell vállalni a felelősséget, ne nézegesse az órát, mindjárt befejezem. Mondja meg, miniszter úr, hogy mikor távozik az emmi éléről, mert amíg ön van az egészségük élén, addig itt emberek milliói vannak veszélyben a betegellátásban. Válaszoljon a kérdésemre. 1 perces viszont válaszra miniszter úrnak adok szót, parancsolja. Asszonya, 1 percét, hogy ne haragudjon. Nem haragszom. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter úr.